Meghalt egy baranyai férfi, miután evett egy harkányi áruházban vásárolt leértékelt húsból. A helyi sajtó egyértelmű összefüggést lát, a rendőrség azonban nem erősítette meg a feltételezést. A híradónk által megkérdezett szakemberek eltérően látják a történteket. Az újharkányi hírek írta meg, hogy egy férfi meghalt, testvére pedig intenzív osztályra került, miután egy siklósi áruházban leértékelt élelmiszert hazavitték és megették. A férfit azóta kiengedték a kórházból, most otthonában lábadozik. Közben kerestük a rendőrséget is, hogy indítottak-e bármilyen eljárást, azonban csak egy szűkszavú választ kapott stábunk. Ebben azt írták, a haláleset ügyében a pécsi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárást indított, és ennek részleteiről jogszabály engedélyének hiányában további tájékoztatást nem adhattak. Egy húsnagykereskedés vezetője szerint a húsáru számos ellenőrzésen keresztül jut el a vevőhöz. Nem csak nekik, de az áruházláncoknak is naponta naplót kell vezetniük a húskészítmények minőségéről. Próbatárolást végzünk minden egyes hús résszel, azt megnézzük, hogy meddig bírja a mikrobiológiailag, és aztán utána a népiknek is van ugyebár egy standard, hogy meddig bírhatják ezek a húsok. A kettőt összevetjük, de nekünk ez körülbelül egy ilyen 5-7 napba belefér. A belgyógyász szerint, amennyiben a testvérpár mégis fertőzött húst fogyasztott, felmerülhet a botulizmus is. Főleg a húskészítményeknél, ami igazán életveszélyes állapotot tud előidézni, az a botulizmus toxinnal való találkozás, ugyanis az nem csak egy idézőjelben ártatlan hányinger, hányás hasmenéses, tehát egy gasztroenteritis-es panaszokat okozó toxin, hanem potenciálisan idegméreg. A belgyógyász szerint ez a méreg gyors halált is okozhat. Ezzel ellentétben az állatorvos kizártnak tartja, hogy a mai szigorú előírások mellett valaki fertőzött húst vegyen egy bevásárlóközpontban, majd annak elfogyasztása után meghaljon. Szerinte nem kizárt, hogy a hús mellé más, valóban mérgező ételt is fogyaszthatott a testvérpár. A mai használt növényvédő szereknél és a ma használt egyéb méreganyagoknál a dobozoknak a 90%-ára az van ráírva, hogy ellenszere nincs. Tehát ezek tulajdonképpen obligát és objektív mérgek, viszont pontosan ezért kell nagyon keményen betartani, és mondok egy példát, hogy a paradicsomra, paprikára, vagy bármire ráfújt rovarírtó, rovarőrő szerekre, ki kell várni azt az időt, mert onnantól kezdve biztos, hogy már nem ártalmas. A szakember szerint ilyen kétes esetekben a hatóságnak kötelessége elrendelni a boncolást, ami pontos választ adhat a halál okára.